Jó estét kívánunk! Köszöntjük a Szárszó TV nézőit! A tavaszi szünet óta eltelt időszak versenyekben és jó programokban bővelkedett a Szárszó suliban. A költészet napján versmondóink szép sikereket könyvelhetnek el. Az 5.-6. osztályos kategóriában Hegedűs Panna 2. és Kovács Ádám 3. helyezést ért el. A 7.-8. osztályosoknál Zsombok Míra a zsűri külön díját kapta meg. Vancsakovszki Milán, a Szárszó suli 6. osztályos tanulója, a nemzetközi kenguru matematika versenyen, Somogy vármegyei fordulóján 8. helyezést ért el. Gratulálunk neki és felkészítő tanárának, Hídvégi Máriának. A Barangoljuk be a világot országos háromfordulós földrajzversenyen 105 induló csapatból 10 került be az országos döntőbe. A Dunaújvárosban rendezett megmérettetésen a Szárszó suli csapata megszerezte az első helyezést. Csapattagok Stágül Sebestyén, Zsombók Levente és Zsombók Míra. Felkészítő tanáruk Czakler Vivien. Gratulálunk a szép eredményhez! Április 20-án továbbtanulási fórumot tartottunk a 6. és 7. diákok számára, ahol információkat szerezhettünk a középfokú iskolatípusokról és az általunk nyújtott lehetőségekről. Lezárult a beiratkozás időszaka. 23 nagycsoportos óvodás iratkozott be a Szárszó suliba. Nagy izgalommal várjuk mindannyian a leendő kis elsősöket, különösen tanítónénőjük Reiher Tündi néni. Az április 24-től 28-áig terjedő hét a fenntarthatóság jegyében telt a Szárszó suliban. Ökoiskola lévén nagyon fontosnak tartjuk a környezettudatosságra nevelést. Változatos programokkal készültünk erre a hétre. Hétfőn az 5. osztályosok megemlékeztek a Föld napjáról. A keddi zsívvásáron a szülők és a gyerekek felajánlásainak köszönhetően 182.980 forintot gyűjtöttünk össze. A befolyt összeget a tanévvégi strandparti játékaira, például ugrálóvár, élőcsocsó fordítjuk. Köszönjük a felajánlásokat! Szerdán divatbemutatót tartottunk. A felső tagozatosok különböző anyagok újrahasznosításával alkották meg kreációikat. Fantasztikus ötleteket valósítottak meg. Élmény volt végigkövetni profi fellépésüket. A két top modell Kovács Anna és Tóth Zsófi lettek. A Szárszó suli csütörtöki szemétszedő akciójában lelkesen vettek részt a felső tagozatos diákok. Őszintén megdöbbentett mindenkit, hogy mi mindent kiholdanak az emberek a külterületre, szennyezve ezzel a természetet. Igyekeztünk megtisztítani a horoktól a hídig terjedő utakat és erdős részt. A fenntarthatósági témahét zárásaként állatsimogatóra vártuk a diákok kis házi kedvenceit. Köszönjük a szülőknek, hogy lehetővé tették a program megvalósítását. Nagy élmény volt mindannyiunk számára. Megválasztottuk a Szárszó suli kabala állatkáját. Ebben az évben Szalai Áron kaméleonja, harcos, szerezte meg a legtöbb szavazatot. Őt Vitéz Bulcsú kutyusa, Pablo, és Prandocki Kíra tyúkja, Pötyi követték. A Barangoljuk be a világot földrajzverseny egyik előzetes feladata egy kisfilm készítése volt a diákok lakóhelyéről. A Szárszó suli csapatának ötletei és Kilvinger Gábor segítő közreműködése nyomán szuper összeállítás született, melynek képeivel búcsúzunk. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket! További szép estét és jó tévénézést kívánunk! Sziasztok! Mi vagyunk a Szárszó suli csapata. Stágül Sebestyén, Zsombok Levente, Zsombok Míra. Tartsatok velünk, barangoljuk be közösen Balaton-Szárszót! Balaton-Szárszó Somogy vármegye északi részén, a Balaton déli partján, a Siófoki járásban helyezkedik el. Területe mindössze 30,13 négyzetkilométer. Határai keletről Balatonföldvár, délről Szólád, nyugatról Balatonőszöd és Balatonszemes, északról a Balaton. Somogy vármegyei településként a Dél-Dunántúli régió része.
Balatonszárszó külső somogy északnyugati, délfelé elkeskenyedő sávjában található. Külső somogy a Dunántúli dombságnak a Balatontól délre elhelyezkedő, a somogyi dombság északkeleti részének középtája. A mai domborzat a Pannon-Beltó feltöltődése után kezdett kialakulni. A több száz méter vastagságú tengeri üledéket a negyed időszakban folyóvízi homokos, kavicsos, valamint löszös lerakódások fették be. A Bakony irányából érkező folyók bevágódó völgyeikkel felszabdalták a területet. A tómedence kialakulása után módosult az anyagáthalmozás a part és a tó irányába. Meghatározó formálem a partmenti sávban a túrzás, lefűződött berek vizenyős, tőzegláposz területei. A területen a csapadékosabb óceáni és a meleg mediterrán hatása egyaránt érvényesül, így éghajlata kiegyensúlyozottabb az országos átlagnál. A nyár kevésbé forró, a tél pedig enyhébb. Az évi középhőmérséklet 10-11 fok között mozog. A napsütéses órák száma 1900-2000 óra. Az évi csapadék mennyiség 623 mm. Az uralkodó szélirány északnyugati. A település számára legfontosabb természeti adottság maga a Balaton. A település területén nincsenek folyók, patakok. Mind a talaj, mind a rétegvizek felhasználása szempontjából nem kedvezőek a vízrajzi adottságok. A természetes növényzetnek ma már igen gyérnyomai fordulnak elő. A táj őshonos fafajtái a csergy, hárs, gyertyán, tölgy. A talajtani viszonyokra változatossága jellemző. A partmenti sávban öntésréti talaj, míg délre haladva löszön kialakult csernozium barna erdő talajok jöttek létre. Balatonszárszó területe már az újkőkorszakban is lakott volt. Az első írásos emlék 1082-ből származik. Az M7-es autópálya megépítése közben régészeti feltárásokat végeztek, melyek során a középkori falu maradványai is felszínre kerültek. A falu 1733-tól a Hunyadi család birtoka volt a környező településekkel együtt. Szárszó a 19. században gyors fejlődésnek, gyarapodásnak indult, amihez nagyban hozzájárult az 1861-ben elkészült déli vasút, valamint a század végén meginduló balatoni fürdőkultúra. A fürdőtelep kialakulása az 1904-es parcellázással kezdődött. A települést 1973-ban nagyközséggé nyilvánították. Balatonszárszó népességszáma a 2021-es adatok szerint 2279 fő. Népsűrűsége 76 fő per négyzetkilométer. A település típusát tekintve nagyközség. Balatonszárszó kedvező közlekedés földrajzi adottságokkal rendelkezik. A településen halad keresztül a 7-es számú főút, illetve a település közvetlen szomszédságában az M7-es autópálya. A település szerkezetére jellemző, hogy a lakóhelyövezet és az üdülőövezet élesen elkülönül egymástól. A két terület határvonala a 7-es számú főútvonal, ettől északra található az üdülőövezet. A település az üdülő-fürdő települések közé tartozik. A területi munkamegosztásban betöltött fontos szerepe miatt mikrotérségi centrumnak is tekinthető, hiszen a tőle délre fekvő települések számára kínál olyan funkciókat, melyek ott nem találhatók meg. A település Balatonföldvár, illetve Siófok vonzás körzetéhez tartozik. Balatonszárszó gazdasági szerkezetére jellemző, hogy a turizmus és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások adják a település létalapját. A legtöbb ember a turizmusban és az önkormányzati intézményeiben dolgozik. Ágazati vonatkozásban a megélhetés fő forrása a szolgáltatás és a humán szféra, illetve kisebb mértékben a mezőgazdaság. A település határában szántóföldi növénytermesztés a jellemző. A közepes minőségű talajon főleg búzát, árpát, repcét, kukoricát termesztenek. A gyümölcstermesztésben a szőlő, illetve a baracka meghatározó. Állattenyésztés a Balaton közelsége miatt nincs. A településen nincsenek említésre méltó ipari létesítmények. 1937. december 3-án településünkön hunyt el József Attila tragikus körülmények között. A költő balatonszárszói kötődése sok látnivalót hagyott az utókornak. A település középső részén elhelyezkedő tóparti parkban található a költő tiszteletére emelt szobor, ahol az ő műveit olvashatjuk. A költő nevét viselő általános iskola előtti parkban díszeleg József Attila szobra. A József Attila Emlékház országos jelentőségű múzeum. Településünkön található a költő első sírhelye a régi temetőben. Kiváló időtöltés a Vás utca végig járása, ahol különböző állomásokon különböző költők verseit olvashatjuk el, vagy hallgathatjuk meg.
A híres meseíró Csukás István minden nyáron településünkön töltötte szabadidejét. Róla kapta nevét a Csukás Színház, ahol továbbra is őrizzük emlékét színpadi előadások keretein belül. Július végén pedig egy látványos sárkányfesztivált rendez a község. Az év folyamán számos rendezvény kerül megrendezésre, például a szezonnyitó halfőzőverseny, a szárszói tüzes esték, a szezonzáró lecsófesztivál és a szüreti felvonulás. Településünk 2017-ben a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából egy új, hitélettel kapcsolatos sétautat avatott fel. Ez a megújulás útja. A közösségi ház előtt lelhetünk rá egy magyar harcos faszobrára. Az 1956-os forradalom emlékműve az önkormányzat épülete mögött található. Az Ebhegytől nem messze lévő emlékmű a középkorú falunak állít emléket. A Tóparti Park szélén helyezkedik el a zenepavilon, ahol nyáron híres együttesek is koncerteket szoktak adni. Balatonszárszón összesen 4 strand található, amelyek közül 3 szabad strand. És ti miért szerettek itt élni? Én szeretek biciklizni. Én szeretem a téli nyugalmat. És te? Én szeretem nyáron a nyüzsgést és az életet, és szeretek a Balatonba fürdeni. Köszönjük a figyelmet!